Túlzónak és érthetetlennek nevezte a Deutsche Welle vezérigazgatója, hogy Oroszországban csütörtökön letiltották a német tévétársaság orosz nyelvű adását. Moszkva azután döntött így, hogy a német médiahatóság szerdán engedély hiányában felfüggesztette az orosz állami televízió az RT német nyelvű adását. Oroszországban minimális a sajtószabadság. Vannak független sajtóorgánumok, de küzdenek az életben maradásért. Ez pedig egy újabb jele annak, hogy az orosz kormánynak nem érdeke a sajtószabadság és a véleményszabadság. Ha el is kell hagynunk az országot, mostantól még alaposabban be fogunk számolni mindenről. Ennek világosnak kell lennie az orosz oldal számára is, hogy nem fogjuk figyelmen kívül hagyni, ami Oroszországban történik. Tudósítani fogunk, és csak még többet dolgozunk, fogalmazott a német csatorna vezérigazgatója. A Deutsche welle jogi lépéseket fontolgat. Közben a német külügyminisztérium közölte, Moszkva lépése tovább rontja az orosz-német viszonyt. Az orosz külügyi tárca tájékoztatása szerint a német csatorna alkalmazottainak akkreditációit is visszavonják, és kezdeményezik, hogy a Deutsche welle minősítsék idegen ügynöknek Oroszországban. Az orosz kormány ugyanúgy a sajtószabadság elleni fellépésnek minősítette az RT német nyelvű adásának felfüggesztését. A német médiahatóság szerint a műsorszolgáltatónak nincs engedélye a működésre.